érezni, úgyhogy az egy mindig, azt az érzést nem lehet megszokni, amikor gólt szerez az ember. A célját elérte, sok játékosunk a felkészülés kellős közepén tart még, úgyhogy nem lehetett csúcsformáról beszélni. Én úgy gondolom, hogy sok biztatójel volt a jövő szempontjából, és én úgy gondolom, hogy nagyon hasznos volt ez a mérkőzés, mert régóta nem találkozott a keret. Én nagyon örülök annak, hogyha a magyar bajnokságból bekerül a válogatottba játékos, hiszen ez azt jelenti, hogy erősödött a magyar bajnokság, hogyha a kapitánynak a figyelmét fel tudják kelteni otthon játszó játékosok is, és nyilván, hogy a fiatalokat is figyeli a kapitány úr, úgyhogy bizakodó vagyok. Hát azt elvicceltem a román tévének, azt mondtam, hogy valószínűleg Romániának több barátja van a FIFA-nál. Én azonban most a viccet félretéve nagyon jó dolog lenne, hogyha a közönségünk előtt tudnánk játszani ezen a mérkőzésen, hiszen az külön erőt tudna nekünk adni, de azt hiszem, hogy túlsúlyos ez a büntetés.